Living Room, azaz nappali szoba a neve annak a rendezvénysorozatnak, melynek célja kellemes, otthonos hangulatban elbeszélgetni a társulatnak azokkal a tagjaival, akik engedve a bensőségessé varázsolt millió csábításának, hagyják magukat kifaggatni előéletükről, családjukról, színészé válásuk folyamatáról, rejtettebb gondolataikról, emberi és szakmai titkaikról. A legújabb áldozat Albert Csilla volt, akit két színésztársa Dimény Áron és Bodolai Balázs kérdezgetett. A beszélgetést a Jazzy Birds együttes muzsikája vezette be. Eközben a Living Room egyik sarkában berendezett készítőpulton Lacó Júlia és alkalmi kuktája Imre Éva nekifogott az est előre beígért ínyensége a sült céklás almás csirkemáj elkészítésének. A beszélgetés során Albert Csilla bőven és igen mulatságosan mesélt csíkszeredai gyermekkoráról, arról, hogy mikor dőlt el az, hogy színésznő lesz, valamint a kitűzött céljához vezető hosszú útról. Időközben a konyhasarokban elkészült az est gasztronómiai különlegessége, a tejszínes túróval gazdagított sült cékla és fejedelmi párja az almás csirkemáj pástétum. A kellemes hangulatú estet és az ínyenségeket a Jazzy Birds örömzenéje fűszerezte. Ez a péntek esti beszélgetés, ez a kitárulkozás, nem volt nehéz magadról beszélned viszonylag nagy nyilvánosság előtt? Nagyon nehéz volt. Nagyon nehéz volt, nem is tudsz rákészülni, mert egy szerepre rákészülsz. Megtanulod ügyesen a szöveget. Legalább van egy biztos pont a kezedben, valami. De egy living roomra nem tudsz rákészülni. Áronnak mondtam, de mit fogsz kérdezni Áron? Te tudod, amikor úgy mosolyog a kollega, hogy esélyed nincs, hogy elmondjam neked. Úgyhogy nagyon-nagyon izgultam, nagyon izgultam. Na most akkor, hát nagyjából lovagoljunk végig ugyanazon. Tehát ugye azzal szokott kezdődni, hogy milyen gyermek voltál, milyen gyermekkorod volt. Hát igen. Igen. Erről nagyon nehéz beszélni, milyen gyermek voltam, mert ezt mindig tudod, te nem tudod, hogy milyen gyermek voltál, te csak abból tudod, amit mások láttak, és akkor azt elmondják neked, tehát valakinek az értelmezéséből rakod össze a képeket, meg vannak emlékek, de hát azt sem tudod kronológiailag, hogy az pontosan mikor is volt, hogy valamire emlékszel, de hát azt leghamarabb édesanyát tudja megmondani, hogy az mikor volt. Szóval emiatt a gyerekkorról beszélni egy kicsit mindig ilyen, hát ilyen esetleges, tudod, hogy hát most ezt mondom magamról el, de lehet, hogy 10 perc múlva más valamit mondanék magamról el, mert annyira, hát hogy az nem is a miénk tulajdonképpen. Hát, tehát a mi gyerekkorunk, tehát az én gyerekkorom sokkal inkább a nővéremé, tehát ő sokkal több emléke volt neki, mint nekem, vagy ő sokkal több mindent tudott Áronnak elmesélni az én gyerekkoromról, mint én így hirtelen, hogy most akkor hogy is volt ez, vagy hogy is volt az. Tehát a péntek esti beszélgetésből az tűnt ki, hogy hát nem voltál éppen az az angyalka. Nem voltam angyalka. Nem voltam rossz gyermek, csak nagyon... Tehát, hogy nekem sok dolgom volt, nekem sokat kellett játszani, meg dumálni, meg ilyesmi. Nem volt nekem időm iskolára figyelni, meg tanulásra, meg a nővérem lelki állapotára, hogy ő most szeretné, hogy kicsit csend legyen a házba. Szóval, hogy igen, kicsit csattantam ki az energiától, azt hiszem, igen, valami ilyesminek így festeném le magam. Nagy szigorúság volt nálatok otthon? Otthon nem. A nagyszüleimnél volt nagy szigorúság. Erről meséltem is a living roomban, mert nekem nagyon nagy kilométerkövek a nagyszüleim. Egyrészt nagyapám, aki ugye a diszciplína és a katolicizmus nagy bálványa, nagy oszlopa volt. Nagymamám meg azért, mert ő nagyon sokat élt velünk, miután nagyapám meghalt, és aztán már ugye már nem volt fiatal, akkor oda költözött hozzánk, nálunk is halt, tehát nálunk betegeskedett, és aztán ott is halt meg. Tehát, hogy ő nagyon része lett az életünknek, a történeteivel, meg mindenfélével, ahogy az úgy együtt van, mikor három generáció egy lakásban lakik, akkor... Tehát, hogy ez ugye jóval, rosszal együtt, tehát ő nagyon sok mindent tudtam róla, meg láttam. Úgyhogy ő meg azért.
Amúgy nem volt szigorúság otthon, lehet, hogy több kellett volna. Nővérem részéről igen, mert hogy nagyon sokszor ő vigyázott rám, és akkor nyilván ő vállalta értem a felelősséget, tehát őt szitták meg, hogyha velem bármi volt, úgyhogy ott tényleg ő azért azt a 8 évet, amivel fölöttem van, azt azért úgy kiélte. Volt baja elég veled? Egyszer igen, nem irigylem most így utólag visszagondolva, egyáltalán nem volt könnyű dolga. Mikor döntötted el, vagy mikor kezdted úgy érezni, hogy na, te színésznő szeretnél lenni? Hát én úgy mindig tudtam, vágytam, gondoltam. Eleve, hogy ennyire ilyen kifele forduló gyermek voltam, tudod, ilyen állandóan járt a szám, állandóan énekeltem, tudod, mindig mondták is, hogy jaj, hát ez a gyermek, ez színész lesz. Tudod, ez amikor így, tehát így bemontrázzák a gyermeknek, hogy na te fiam, színész leszel. De igazából én ezt úgy mindig gondoltam magamról, vagy tudtam, hogy én szeretnék. És aztán 3 éves koromból azt mondják, hogy akkor 3-4 éves lehettem, amikor először színházban jártam, és akkor arról van egy nagyon-nagyon tiszta élményem, amikor azt gondoltam, hogy a színésznő a színpadon, hát nem tudom, na, én nem így játszanám, ahogy ő. És szerintem én már tudtam nagyon kicsi koromtól, hogy én valahol ebben a világban fogom keresni magamat, a feladatomat. Na és hogyan nézett ki az utad, ami végül elvezetett a szakmához, a színpadhoz? Nem volt egy könnyű út. Először is a szüleim nem föltétlenül örültek ennek. Érthető módon. Most odaáll a leányka, és azt mondja, hát én színész leszek. Nyilván az elsőt. Hát, hogyha előmbe állna a gyermekem, én is biztos megijednék. De szóval ez volt a legelső, ami így, ők nem nagyon örültek ennek. Különösen édesanyám, ő nagyon féltett ettől a pályától. És akkor, hogy megnyugodjanak a kedélyek, akkor elmentem felvételizni Zsámbékra. Én már tudtam, hogy nem akarok oda menni, én tudtam, hogy nem akarom, nem, nincsen nekem ehhez közöm, csak hogy nyugodjanak meg, hogy mégiscsak van egy biztos pont, hogyha véletlenül nem jutnék be színire, akkor oda mehetek. De igen, és aztán végül csak sikerült a felvételim másodjára, ugyanabban az évben ugyan, de másodjára, mert Vásárhelyre nem vettek fel. És akkor Kolozsvárra jöttem, az Oszimat felhívtam, Bara Katalint felhívtam, és mondtam, hogy Kolozsvárra, bejutottam a színére Kolozsvárra, és mondta, jaj, hát az nagyon jó, csak tegyél sapkát, mert a Szamos partja nagyon húzatos. Ez nagyon édes volt. Na és akkor ide kerültem. Hát a főiskola az ugye maga nehézségeivel úgy hozta magát. Jó is volt benne, meg nehézségek is voltak, meg sikerek is voltak, meg a színházban is már elkezdtem játszani kisebb, tényleg ilyen egérfaroknyi szerepeket, és akkor utána ide kerültem a társulathoz. Ott is buktatók, meg mindenféle, és ebben még nyakig benne vagyok ebben a feladatkörben. Kiket tekintesz mestereidnek? Ez jó kérdés. Elsősorban nagyon fontos emberek számomra. Visszamennék egész a középiskolába, mert a magyar tanárnőm és az osztályfőnököm egyben, Bara Katalin, ő nagyon fontos pont. És én ahányszor meg fognak kérdezni, annyiszor fogom elmondani, mert ő annyira megtanította, hogy hogyan olvass egy verset úgy, hogy ezt te olvasod, hogyan beszélj valamiről úgy, hogy ez a tied, hogy te akard elmondani, hogy te értelmezd, a te értelmezésed, és ez a fajta világ, hogy úgy nézzed a világot, hogy te alkoss, te keresd magad, ez nagyon fontos volt nekem. Ő hozott először ide színházba, Kolozsvárra, székeket néztük meg, 10-es voltam. És aztán az egyetemen, Dimény Áron és Szilágyi Palkó Csaba tanított, nekem nagyon fontos volt mindkettőjük módszere és nyelvezete. Nagyon-nagyon jól összetalált a kettő. És ennek nagyon örülök, hogy ez a két tanárom volt, mert
Áronnal aztán tovább is vittük ezt a kapcsolatot, és együtt dolgoztunk többször is, és mai napig is azt érzem, hogyha egy produkcióban ő benne van, akkor sokkal nagyobb biztonságban vagyok. Például a Viktora vagy a Gyermekuralom szereposztását, amikor kitették, végigfutottam, megtaláltam a saját nevemet, és utána láttam, hogy, tehát megnéztem, hogy mit játszom, és utána megnéztem, hogy Áron mit játszik, és amikor láttam, hogy én vagyok a kislány, és ő a fiúcska, úgy megnyugodtam, éreztem, hogy na jó, jó, itt nem lehet baj. Tehát, hogy mai napig nagyon fontos, és nagyon-nagyon szeretek vele dolgozni, nagyon sokat tanulok tőle, és számíthatok is rá, hogyha hülyeséget csinálok, akkor biztos, hogy fenéken fog rúgni. Tehát, hogy nem kímél. Ezen kívül engedd meg még, hogy elmondjam, nekem nagyon fontos volt a pályám során Andrej Serbánt kell megemlítenem, mert amikor a Ványa bácsit csináltuk, akkor elhívott egy workshopra magával, és aztán ennek keretén belül eljutottam New Yorkba, és aztán Bukarestbe is játszhattam. Tőle nagyon sokat tanultam. Ő például nem az a mester, aki úgy meglapogatja a hátadat, és hagyjad, mert jó lesz, hanem ő tőle például a nehézségekből tanultam, a keresésből, tudod, amikor a munkáért nagyon keményen meg kell dolgozni. Tőle ezen az úton nagyon sokat tanultam. Van-e kedvenc szereped? Azok közül, amiket játszom, hát mindeniket nagyon szeretem. Nyilván, ami nagyobb feladat, arra jobban rá kell készülni. Megöltem az anyámat, nagyon szerettem, de hát azt magamnak választottam majdnem, úgyhogy az különösen közel áll a szívemhez. A Viktora vagy a Gyermekuralomból az Eszter szereplőjét nagyon szeretem. Az is nagyon belőlem van felépítve, és nagyon én vagyok. Szonyát nagyon szeretem a Ványából. A Csipkéből a Mamót különösen nagyon szeretem, mert azt annyira nagymamám ihlette, és annyira minden egyes előadással így, mint hogyha a bűneimet iránta valahogy így ledolgoznám. Tudod, az imádságban, ahogy van, hogy azokért a bántásokért, amit, én is, azokért a bántásokért, amit gyermekkorom óta szerencsésen elkövettem a nagyszüleim iránt, és főleg nagymamám iránt, azt valahogy a Mamóban mindig úgy le tudom dolgozni. És remélem, hogy valahol, ahol van, ott látja. Úgyhogy szeretem, örülök, hogy játszhatok. Az mindig nagyon jó, akkor is, hogyha nem föltétlenül könnyű egy szerep. Kedvenc rendeződ? Nincs kedvenc rendezőm. Nagyon szerettem Szilvió Purkaretivel dolgozni. Az a másfél hónap, az nekem egy nagyon nagy iskola a volt. Viktor. A Viktor, vagy a Gyermekuralom rendezőjével. Nagyon szerettem Urbán Andrással dolgozni. Ő egy nagyon furcsa világot képvisel, és nagyon furcsa színházat csinál, de abban annyira jó vezető, annyira ügyesen tudja a színészt vezetni, és én nagyon szerettem mindazt, amit tőle tanultam. Nagyon szerettem Puskás Zoltánnal dolgozni, amikor az Óza nagyvarázslót csináltuk. Az egy külön, az egy bűbáj volt, szerelmes voltam belé, annyira jó volt. Eleve annyira megszerettette velem a figurát, hogy röpültem tőle. Sok jó rendezővel dolgoztam. Nagyon. Én nagyon szerencsés ember vagyok, mert nagyon sok jó rendezővel dolgozhattam, dolgozhatok. Úgyhogy remélem, hogy még lesz rá lehetőség. És van-e kedvenc partnered a színpadon? Ez nagyon jó kérdés. Tudod, mikor vannak ilyen nehéz időszakok, hogy úgy, az emberek úgy mondják, hogy jaj, most hagyom itt a színházat. Mindig arra gondolok, hogy így körülnézek, és mindig megvan az 5-6 ember, akiért érdemes itt ülni. Akiért érdemes, tudod, akire érdemes várni, hogy majd egyszer csak lesz egy feladat, amiben meg lehet őt vizsgálni, lehet tőle lopkodni. Nagyon sok olyan kollégám van, hála jó Istennek, és nagyon szeretettel gondolok rájuk,
akiktől nagyon sokat lehet tanulni és lopkodni. Úgyhogy igen. Na és van-e szerepálmod? Nincs szerepálmom. Próbálok úgy élni, nem csak a színházban, de az életben is, hogy ne nagyon vágyjak semmire. Mindig így. Nem tudom. Ami jön, annak nagyon örülni, de igazából nem akarok vágyni semmire. Aztán kialakul. Ami meg kell találjon, hiszek abban, hogy van gondviselés, úgyhogy meg fog találni. Remélem. Mit tartasz a színészi pálya, a színészi hivatás lényegének? Nagyon érzékeny téma ez a színház. Van-e? Fontos-e a színház? Fontos-e a színész? Én azt gondolom, hogy nagyon fontos, és azt gondolom, hogy színészként az a legfontosabb. Mindegy, hogy mit játszol. Nyilván a nagyobb szerep jobban inspirál, de hogy rajtad keresztül megtörténjen, megszülessen az a világ, az a csoda, az az előadás, az a másfél-két óra, amiben a nézőnek a hideg át tud futni a hátán, egy kicsit el tud gondolkozni, netán el is sírja magát, tehát hogy egy kicsit ilyen lélekmosógép szerepe van szerintem, a mostanság legalábbis. Úgyhogy ha valami ilyesmi a színész, egy eszköz, amin keresztül megtörténik a csoda. Albert Csilla 12. évadját tölti a Kolozsvári Állami Magyar Színházban. Színészi karrierje elején rövid portréfilm készült vele és róla a Román Közszolgálati Televízió bukaresti magyar adása számára. Annak idején nem volt alkalma megtekinteni ezt a tévéműsort, így most szembesült először hajdani videós képmásával. Gondolkozik? Velem is megtörténik néha, de csak a tükörben. A halál végsága vagyok az életben. Életöröm. Halálöröm. Úgy is becéznek, hogy vígott romba. Az orrok miatt? Nem. Hanem mert rondább vagyok, mint a nővérem. Igen. Tehát augusztus 27-én kezdődött a történet, mert hogy bemutattak a társulatnak, mint az új kollégát. Nem jó, na nem tudom, hogy kezdjem el. Eddig a legnagyobb teljesítmény, vagy eddig a legnagyobb dolog, ami történt, az a zsákban való részvételjáték, vagy hogy mondjam. Hát így alakult. Uram! Beszéljünk valami máson. Én
magamat egy ilyen elég nyeszlett kicsi leánykának tartom, de úgy érzem, hogy amikor ezt csinálhatom, akkor mérhetetlen nagy energiám van. És én ezt magamban nagyon szeretem, és én ezt szeretném kamatoztatni, szeretném kiengedni magamból, mert még, hogy mondjam, hogy olyan dolgokat fedezek fel magamban ezáltal, vagy amikor játszom, vagy amikor nekifogunk egy darabnak, vagy csak egyszerűen, amikor olvassuk a darabot, amit úgy amúgy nem mutatok meg magamból, nem is használok, nem is. És ez az energia, amikor kijöhet, akkor az nekem nagyon jó. Utána elég nagy űr marad bennem. Mindig, mikor lejár egy bemutató, mikor egy főiskolai vizsga lejárt, akkor utána olyan üres, olyan úgy kell jöjjön a következő munka, vagy nagyon, nagyon nehéz azt a, hogy is mondjam, olyan, mint hogyha kiürülne valami, és akkor fel kell tölteni, kell dolgozni, kell pörögni, kell menni, kell csinálni, kell provokáljam magam olyan szempontból, hogy még mire vagyok képes, még mit tudok csinálni, és amikor nem tudom, amikor néha nem tudok túllépni az ilyen határaimon, akkor nagyon-nagyon elszomorodok, nagyon, akkor mindig azt gondolom, hogy na, itt van vége, pályát tévesztettünk. Minden, amit mondtam, hazugság. De van itt valami, ami érdekelni fogja. Engem csak az érdekel, ami igaz. Hát, amit én nagyon meg kellett tanuljak, az meghallgatni, vagy meghallgatni olyan értelemben, hogy felfogni, magamévá tenni azt, amit akar az a bizonyos ember, aki rendezi. Mert mindig az történt, hogy elolvastuk a darabot, és nekem bennem kialakul egy kép. Én hogy értem, én hogy csinálnám, én hogy viselkednék egy ilyen helyzetben, de nem arról van szó, hogy én hogy viselkednék, hanem hogy mit akar látni a rendező is. Ez minden egyes alkalommal nehéz. Én még kevés rendezővel találkoztam, kevés emberrel dolgozhattam együtt, de azt már tudom, hogy ezt nagyon erre mindig oda kell figyeljek, hogy pontosan nem hogy meghallgassam, hanem hogy megértsem, hogy mit akar. Mert sokszor sajnos elvakít az, hogy én hogy értem, és én hogy csinálnám. És ez egy elég nehéz dolog. Vagy ráhangolódni inkább a másik ember, azt hiszem ez a jó kifejezés. Egyébként, amit tanulni lehet, és biztosan lehet tanulni, az a szerénység, vagy az alázat, vagy hogy is mondjam, azt meg kellett tanulni. Tehát nem szabad elfudriskodni, nem szabad elgyütyümütyülni, átesni rajta, nem lehet elsietni, nem, nagyon sok türelem kell hozzá, nem csak türelem, hanem adott pillanatokban bölcsnek kell lenni, tehát hogy át kell tenni magad azon, hogy most problémáim vannak, ezeket a dolgokat meg kell tanulni. Meg kell tanulni a próbára koncentrálni, bemenni, alázatosnak lenni és dolgozni, és félretenni mindazt, ami ezen kívül van. Valami olyasmi szerintem a tét vagy a lényeg, hogy ne én legyek a színpadon, nem... Tehát, hogy teljesen átengedjem magam annak az erőnek, ami akkor ott abban a pillanatban hat. És egyébként nagyon, nagyon izgalmas, hogy első éven, meg másod éven annyira ki tudtam kapcsolni vizsgák alatt. Nem egyáltalán nem figyeltem arra, hogy közönség van, hogy csak azt tudtam, hogy végre eljött a vizsga napja. És akkor most mindent beleadunk. Most viszont,
harmad, negyed éven, és most ebben az utolsó munkában is nem tudok már ilyen laza lenni. És ezt nagyon sajnálom, hogy elveszítettem ezt a dolgot, mert máskor, tehát hogy sokkal vakmerőbben kezdtem el. És minél inkább közelebb kerültem ehhez a dologhoz, és minél jobban behálóz ez a dolog, mert végülis engem nagyon érdekel, nagyon, nagyon izgalmasnak találom azt, hogy meddig vagyok én a színpadon, honnan kezdődik a szereplő, vagy egyáltalán hogy is, mi is történik velem? Mert hogy ez egy nagy őrület, ami ott van a színpadon. Mert egyszer csak elkezdek valami olyan dolgot csinálni, mondani, úgy kezdek el viselkedni, ahogy én nem viselkednék, vagyis hogy ez nagyon érdekes. És hogy ezt elveszítettem valahol. Úgy érzem, hogy amikor ezt megtalálom, amikor ezt a bátorságot megtalálom, akkor leszek igazán a jó úton. Na azt akarom mondani! Aludjunk, drágám! Macska, macska! És azt, hogy nagyon álmos vagyok, aludjunk, drágám! Macska, 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 macska! És azt, hogy hozzál hideg nudlit, langyos limonádét, kávé nem kell! Macska, 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 macska! És azt, hogy Zsák és Robert! Macska, macska! Igen! Könnyű beszélni! Sőt! Nem is érdemes! Ja, magának 9 új van a bal kezén. Maga gazdag! Elveszem feleségül! Úgy érzem, hogy kincseket kapunk az Istentől. Én azt gondolom, hogy én kaptam 2 darab kincset. Az egyik, ez az őrület, ami magával tud vinni, amikor elkezdek játszani, vagy legalábbis én hiszek abban, hogy bennem van egy ilyen erő és egy ilyen energia. Adja jó Isten, hogy ezt mások is lássák meg, hogy ezt tényleg meg tudjam mutatni. Ez az egyik dolog. A másik dolog meg az, hogy ezen most kezdtem el gondolkozni, hogy lehet, hogy kéne énekeljek, lehet, hogy ez is egy kincs. És mi van, hogyha ez egy kincs, és én nem használom ki? Mindig erre gondolok, és akkor inkább akkor ráveszem magam valahogyan. Ez körülbelül 11 évvel ezelőtt készült, és hogy érzed? Változott azóta valami lényegesen? Én azt hittem, hogy igen. Én azt hittem, hogy sok minden változott, hogy én sok mindent megértettem, és közelebb kerültem a nagy lényeghez, és közben már 11 évvel ezelőtt ugyanezt mondtam, amit most vagy pénteken a living roomban elmondtam. Ott persze más az arc, és más a test, ami beszél, de alapjában ugyanaz, és ennek tud meg nagyon örülök. Nagyon örülök, hogy nem változott ez olyan sokat, mert akkor sokkal tisztább voltam, sokkal, és hogyha már akkor ezt gondoltam, és még mindig körülbelül ugyanezt gondolom, akkor azt jelenti, hogy akkor olyan nagyon nem vesztem el ebben a nagy örvényben, amiről itt beszélünk. Úgyhogy nagyon örülök, és nagyon köszönöm ezt neked.